Katolikus misével ünnepelték Szent Annát, a róla elnevezett kápolna előtt összegyűltek Dombóvár szőlőhegyen. Ez a terület több száz éve számít búcsújáróhelynek. A legenda szerint az itt található forrásnál egy csősznek jelent meg Szent Anna, amint a lányát, Szűz Máriát mosdatta a vízben. Így aztán nagyon híres lett a Dombóvár szőlőhegyi kápolna és környéke, és ennek a hagyománynak köszönhetően épült fel a maga a kápolna is, majd pedig rendszeres misézőhelyé vált, és azon túl, hogy máskor is vannak itt szentmisék, minden évben így július végén Szent Anna, Szent Joakim és Anna az Úr Jézus nagyszüleinek ünnepéhez kapcsolódva megtartjuk a búcsút. A búcsú részeként egy közösségi összefogással megépített szabadtéri oltárt is megáldott a helyi plébános. A kegyhelyet Dombóvár szőlőhegyen élők és környékbeli civilek, valamint adakozó vállalkozók építették. Az eredetije korábban a németországi Passauban volt látható, ám azt nem régen felgyújtották. Ahányszor elmentem el, akkor eszembe jutott a mi kis kápolnánk, így gond a szőlőhegyek, vagy a mi kis kápolnánk, hogy ezt meg kéne valósítani, ezt a nagyon szép kegyhelyet itt is. Lefényképeztem, és hát némi csúszással tervezett ez, de megkerestem ismerősöket, barátokat, kik vennének ebben részt. Hát ahogyan láttátok, és hogy elhangzott is, nagyon sokan csatlakoztak ehhez. Az itt élők korábban már több lépésben végeztek hasonló fejlesztéseket a kápolna előtti területen, és az épületet is ők állították helyre közösségi munkával.